A meglévő sikeres programok folytatása, a magyar nyelvű oktatás színvonalának emelése, a szerb nyelv oktatásának megreformálása, illetve a fiatalok elvándorlásának megelőzése. Többek között ezek a célkitűzései a magyar összefogásnak. Ezekről beszélgetek mai vendégeimmel. A stúdióban köszönhetem Petkovics Mártát és Paskó Csabát, a magyar összefogás jelöltjeit. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Jó estét kívánok! Mint ahogy említettem, szeretnék megtartani, továbbvinni a megkezdett programokat, stratégiákat. Sikeresnek mondható az ösztöndíjprogram, a beiskolázási program, az iskolabusz program, hiszen több mint 300 gyereket utaztatnak így. Igen, a Magyar Összefogás programjának az első kulcsszava a folytonosság, és azt gondolom, hogy ezeket a megkezdett és eredményes programokat, amelyek természetesen nem tökéletesek, mint ahogy az elnök úr is az előbb mondta, ezeket kell még egy kicsit csiszolni, de mindenképpen meg kell tartani ezeket az elkezdett programokat és célkitűzéseket folytatni. A homogén környezetben élő magyarok sokszor nem tudnak, vagy nagyon rosszul az államnyelvén. Ezért szeretnék megreformálni a szerb nyelv oktatását. Erre vonatkozóan milyen terveik vannak? Hát a szerb nyelv tanítását már első osztálytól el kell kezdeni megváltoztatni, elsősorban a programot, ugye. Szét kell választani a homogén közösségekben és a heterogén közösségekben élő diákokat, és alapvetően párhuzamosan két programot is el lehetne kezdeni. Nem tudjuk, hogy milyen támogatásra fogunk mi majd az oktatási minisztériumba találni, hiszen azt hiszem, hogy ez egy hosszabb folyamat, nem lehet ezt rajtaütésszerűen megoldani. El kell kezdeni ott a legelején, de mindenképpen új módszerekkel, új tankönyvekkel és új hozzáállással kell. És természetesen kisebb csoportokban, mert ilyen 25 fős osztályokban azért elég nehéz tanítani. Az idegen nyelveket is azokon a helyeken, ahol eredményesen tanítják, jóval kisebb csoportokban teszik. Az oktatás mellett az egyház, a vallás és a megmaradás záloga. Ez hogyan valósul meg a gyakorlatban, hogyan tud együttműködni az MNT és az egyház? Az MNT és az egyház közös célkitűzése a magyarság megmaradásának, a problémának a megoldása, tehát az itt lévő magyarok, akik még itt maradtak, azoknak segíteni abban, hogy magyarságukban megerősödjönnek és jól érezzék magukat abban, hogy ők magyarok. Ugye itt elhangzott, hogy heterogén és homogén közösség, tehát egy homogén közösség, ahol eleve adva van a magyar nyelv, ahol biztosítva van a magyar oktatás, ott természetesen egy egyházi közösség is csak rá tud segíteni, mint például Kelebián is, ahogy ezt tesszük minden szombaton, külön felolvasás van például, foglalkozunk a gyerekekkel, ezen kívül cserkészet, minisztránsok, most egy gyerekkórus indul például, ahol nyilván a magyar zenével is megismertetjük őket, szabadidő foglalkozásokkal, amelyek a plébánia keretén belül vannak, egy adott magyar nyelvű közösségbe, egy plusz magyar közösségbe kapcsoljuk be őket. Nagyon fontos és sokkal fontosabb szerepe van az egyháznak viszont olyan közösségben, ahol erőteljesen heterogén közösség, szinte már iskola sincs, mint például Verbászt hoztam fel múltkor példának, de Bánátban nagyon sok olyan hely van, ahol a gyerekek már nem is iratkoznak magyar tagozatra, mert nem nyílik, mert nem is akarnak, mert kevesen vannak, mert ellenben a szülők nagyon fontosnak tartják azt, hogy hétvégén ott legyenek a magyar szentmisén, mert magyarul hallgatják a szentmisét, a magyar hittanórára járnak a plébániai hitoktatásban, és ez segíti őket. Nagyon érdekes, sokszor plébánosok mondják el, hogy diktálják a magyar szöveget, és cirill betűkkel írják a gyerekek a magyar szöveget. Tehát látszik a megmaradás igénye, és itt egy magyar plébános, egy magyar lelkész nagyon sokat tud tenni abban, hogy akár a hittananyagot összekapcsolja a magyar helyesírása, vagy legalábbis a latin betűk ismertetésével és a magyar írás alapjaival.
magyarok. Tehát ilyen szinten az egyháznak nagyon fontos szerepe van minden határon túlélő magyarság, ahol kisebbségbe került. Azt hiszem az utolsó mencsvár, vagy az utolsó pontja, amiben még az ember kapaszkodhat, ha van egy olyan plébánia közösség, vagy lehet az a református, lehet katolikus, evangélikus, ahova az ember még eljár, ahol legalább imádkozni, ahol legalább az Isten igéjét magyarul tudja hallani. Az, hogy jobban kötődjenek a fiatalok a szülőföldjükön, a hittanórákon, az oktatáson keresztül hogyan lehet elérni? Természetesen erről beszélni kell, az oktatásba be kell őket vonni. Ugye amikor engemet megkértek, hogy a zenetankönyvekkel foglalkozzak, ugye nem én, már sokkal korábban Bulátovics Gabriella, Tolna Ilona, ugyanakkor én is ebbe kapcsolódtam be, ebbe folytam bele. Például a zenén keresztül, amikor az ember az oktatásban például megtanítja a Szent István himnuszt, a magyar himnuszt, amikor a történelmi oktatáson keresztül azért hozzáteszük, hogy mi magyarok, és a délvidéki magyarság. Én a prédikációmban például a Szentmisében nem félek kimondani, tehát én mindig hozzáteszem, tisztelve, szeretve a más nemzetiségeket. A más nemzetiségek számomra nem korlátot jelentenek, számomra egy gazdagságot jelentenek. Az ő gasztrokultúrájuk, az ő zenéjük, minden, de nem, tehát nem váltom le a sajátoméval. És a prédikációban pedig nem félek kiemelni. Emlékszem még gyerekkoromban odahaza Bajmokon kerültük azokat a népénekeket, ahol vagy magyarok tündöklő csillaga, vagy boldog asszonyanyánk, régi nagypátronánk. Olyan népénekek például, amelyek kifejezetten az embernek a magyar érzését is ápolja, feléleszti. És ugye ilyenkor az idősebbek, akik még a második világháborúban is itt éltek, csak nagy krokodil könnyeket lát az ember, hogy ja Istenem, gyerekkoromban énekeltem utoljára. Ezeket a népénekeket visszavezetni, énekeket, magyar népdalokat, és hát természetesen beszélni róla, tehát nevén nevezni a gyereket, nem kerülgetni a forrókását. Magyarok vagyunk? Magyarok vagyunk. Szent Istvánról, a nagy magyar szentekről, ugyanakkor vannak délvidéki nagy szentjeink is, például ott van Bogner Mária Margit, aki hát nem utolsó sorban. Tehát a kultúránk része az egyház, a hitünk része az egyház, és ez nem szabad véka alá söpörni. Nem szabad szégyelnünk azt, hogy magyarok vagyunk. És ha megvalljuk a magyarságunkat, ha erről beszélünk, ha ezt felvállaljuk, attól még nem korlátozzuk másoknak a nemzeti érzést, de a sajátomra büszke vagyok, és azt szívesen vallom és felvállalom. Az oktatásban ugyanezt hogyan lehet beépíteni? Hát az oktatásban, a történelem órákon mindenképpen, de sajnos az a helyzet, hogy a mostani tanterv szerint a magyar nemzeti történelem nagyon kis óraszámban jelenik meg. Konkrétan tudom, hogy a gimnázium oktatásban az 56-os forradalomról egy szó nem kéne, hogy essen. Természetesen ez a tanárok lelkiismeretére van bízva. A tanárok, biztos vagyok benne, hogy a legtöbb helyen valamilyen módon mernek róla beszélni, és beszélnek, úgy szintén a 48-as forradalomról, vagy augusztus 20-áról. Amit jónak tartok, hogy az általános iskolában, mint választott tantárgy, a néphagyomány megjelenik, tehát ezt kisiskoláskorba el kell kezdeni. Aztán ez ugye elsőtől negyedikig, és nagyon sok vajdasági általános iskolában választják a magyar gyerekek a néphagyományt. Utána a felső osztályokban már azt hiszem, hogy egy kis mulasztás történik, tehát itt ilyen választási lehetőség nincs, csak a magyar órákon, ezen kívül ugye a történelem órákon esik szó, úgy gondolom a legtöbb helyen. A középiskolákban pedig azt hiszem, én most a gimnáziumokról tudok legjobban beszélni, a tanároknak a hitvallása a legfontosabb. Most egy példát mondok, a Magyar Nemzeti Tanácsnak a javaslatára, mint nemzeti ünnep bekerült ugye az iskola naptárba három dátum, ugye a legfontosabb időpontok. Ez az október 23, a március 15-e,
és az augusztus 20-a. De alig van iskola, ahol ezeken a napokon valamilyen megemlékezést tartanak. Még az általános iskolákban egy kicsit gyakrabban hallom, hogy 48-as forradalomra emlékeztek, addig a középiskolákban nagyon-nagyon hiányos ez. Valahogy itt kéne egy kicsit elmozdítani a... Hogyan lehet ezt? Hát én azt hiszem, hogy az elkövetkező Magyar Nemzeti Tanácsnak erre is egy kicsit majd oda kell figyelnie, hogy a középiskolákban, és hát természetesen az általános iskolákban tanító tanárokat egy kicsit összefogja, egy kicsit több és tartalmasabb, céltudatosabb foglalkozásokat kellene. Továbbképzéseket lehetne szervezni, és számon tartani azt, hogy azért ezekre a dolgokra oda kell figyelni. Az iskola igazgatókon keresztül, az igazgató helyetteseken keresztül, magyar tanárok, történelem tanárok. Mondjuk én nagyon pozitív példaként említhetem meg, hogy nálunk éppen most első alkalommal szerdán meg fogunk emlékezni az 56-os forradalomról. 45 perc keretében szinte minden osztályból a gimnáziumban részt vesz egy-két tanuló is, és egy nagyon jó kis műsor fog kikerekedni. Tehát mondjuk ez is egy hiánypótló. De hát azt is elmondhatom, hogy azért a magyar gyerekek annak ellenére, hogy nincs a tantervbe, ugye ezek a magyar történelmi események, nagyon szívesen részt vesznek különféle versenyeken, ami honismereti verseny, vagy bármilyen, mondjuk Nagy Imre élete és munkássága című versenyre most is készülnek gyerekek. Tehát, és eredményesek, tehát hajlandók és készek befogadni pluszba még valamit, ami nemzeti történelemmel kapcsolatos. Azzal kapcsolatban, amit ön az imént fölvázolt, hogy hogyan lehetne a megmaradást az egyházon keresztül, tulajdonképpen hogyan lehet a megmaradáshoz hozzájárulni. Hogyan tapasztalja ezt a gyakorlatban, mennyire fogékonyak erre a fiatalok? A fiatalok különbözőképpen fogékonyak. Ez ugyanúgy, ahogy az oktatás más területein, nagyon fontos, hogy mit hoznak otthon a szülőktől. Én mindig mondom, tehát, hogy mi a gyerekkel napi 6-7 órát vagyunk, ebből egy kicsit a történelem tanár, egy kicsit a magyar tanár, egy kicsit az osztályfőnök, de legtöbbet a szülőkkel vannak. Nagyon-nagyon fontos az, hogy mit hoz a gyerek odahaza a szülői fészekből. Ez vonatkozik a vallásra, ez vonatkozik a magyarságra. Az emberek, ahogy tapasztalom és ahogy látom, és ez máshol is, Magyarországon is ugyanígy működik, hogy ahol otthon a család leül este imádkozni, ahol evés előtt, evés után keresztet vetnek, ott a kamasz gyerek és később majd az ifjú lány vagy ifjú fiú is fontosnak tartja majd a vallásosságot és a vallásos nevelést. Ugyanez vonatkozik a magyarságra. Én emlékszem odahaza, mi este leültünk, társasjátékoztunk, és édesanyám magyar népdalokat, pontosabban hát magyar nótákat is, csárdásokat is sokszor énekelt nekünk gyerekeknek. És mi énekeltük, vele énekeltük, és ma például, amikor megjelenek egy-egy szórakozó társaságba, lakodalomba vagy bálba, és egy-két nótát elénekelk, akkor mindenki azt mondja, hogy hú, hát maga hogy tudja a nótaszövegeket, maga milyen jól tud mulatni, vagy milyen jól áll magának ez a mulatos image, ahogy mondják. Én erre csak azt tudom mondani, hogy ez nem a Paskó Csabának az image, ez egy régi magyar embernek a hozzáállása volt, hát öregapám több száz magyar népdalt, magyar nótát tudott is, és amikor elment egy lakodalomba, akkor nem csak leült és hallgatta ezeket a dolgokat, hanem ő maga is odarendelte a primást, rendelte egy nótát, énekelt. De hiányzik, és az oktatással összekapcsolva, az egyházzal és a családokkal való együttműködésből fakadóan jöhet
ez létre. Ugye itt előbb elhangzott például, hogy a nyelvoktatás. Én Nyugat-Európából csak egy mintát hadd említsek, és lehet, hogy ez ötlet egy-két család részére. Nagyon ügyesen csinálják például Ausztriában a családok, akik azt mondják, hogy nekünk babysitterre van szükség. Nekünk szükségünk van valakire, aki a mi gyerekeinket elsőtől 5-6 éves koráig otthon vigyázzák. És tudatosan választják ki például, hogy az a babysitter Németországban például kizárólag angolul beszéljen a gyerekkel. Nem az anyukája beszél vele angolul, és nem az apukája anyanyelven beszél hozzá, mert hát az édes anyanyelvem. Viszont 2 évig az egyik babysitter angolul beszél, következő 2 évben a másik babysitter pedig franciául. A gyerek eleve már úgy indul el az iskolába, hogy mellette legalább 2 idegen nyelvet alapszinten beszél. Ugye az iskolában és a nemzeti tanácsnak ez egy nagyon jó ötlete, és egy nagyon fontos, és ezt tovább kell fejleszteni, a gyerekeket felzárkóztatni, hogy Szerbiában az első idegen nyelvet természetesen perfektül kell tudni beszélni az anyanyelvem mellett, mert boldogulni szeretnék. Ellenben ebben már a szülők is sokat tudnának segíteni. Ha a kisgyerek odahaza, amikor például azt mondom, hogy tudatosan választom meg a játszótársát, miért tudok én jól szerbül? Mert én Bajmokon nőttem fel, ahol a szomszéd gyerekek szerbek voltak, odahaza magyarul, a magyarságommal semmi baj, édesanyám magyar népdalokat énekelt nekem, magyar nótákat, onnan tudom a magyar nótaszövegeket, ellenben az utcán szerb gyerekekkel játszottunk, és játékosan megtanultuk. Ha a szülők erre egy kicsit odafigyelnek, egy kicsit tudatosabban vesznek részt a társadalmi eseményekben, a gyerekük fejlődésében, akkor azért ők is sokat tudnak segíteni, és rá tudnak dolgozni az oktató rendszernek, vagy az oktató intézménynek a kezére, akár a plébánia kezére, hogy azok a gyerekek, uram bocsás, ne kis pogányonként járjanak el a hittanórára, mert ezt is számtalanszor mondtam. A heti egyszer 45 perc, a heti egyszer mise nem teszi a gyerekeket vallásossá. Ellenben azok a gyerekek, akik otthon megtanulnak imádkozni, akikkel otthon a szülők beszélnek istenes dolgokról, a nagymama halálesetét nem egy fatális dologként, hanem a valamilyen szinten a vallásunkon keresztül közelítik meg, az a gyerek egész másként éli meg a saját vallását, a hitét. És a hitoktatónak a munkája már csak díszítés és szépítés, és ahol ez nincs, a hitoktatónak a munkája gyakorlatilag egy szélmalomharc. Köszönöm. Még egy kérdés Mártához. Az ön tapasztalata szerint mennyire becsülik meg a pedagógusokat, a tanárokat? Információink szerint újabb sztrájkra készülnek. Hát igen, tulajdonképpen kicsit el van csúszva ugye ez a mi pedagógus társadalmunk, aminek lehet, hogy mi is okai vagyunk. Ugye régen azt mondták, hogy a pap, a tanító és az orvos az, aki ugye számított. Most ez sajnos nem mondható el. Én azt hiszem, hogy a jó pedagógust azért még mindig megbecsülik, úgy a szülők, mint a diákok. Hát a társadalom részéről pedig hát tudjuk, hogy milyen a helyzet, hogy lesz-e sztrájk, és tulajdonképpen nem csak a fizetés, hanem egyáltalán a munkakörülmények is közrejátszanak abban, hogyha a pedagógusok sztrájkra készülnek. Tudjuk, hogy vannak az iskoláink felszerelve. Hát a 21. században ilyen módszerekkel elég nehéz eredményesen oktatni. Tehát itt azért sokkal többről van szó, sokkal összetettebb a probléma, mint egyszerűen egy fizetés emelésről, vagy éppen most csökkentésről. Hát én azt gondolom, hogy a jó pedagógust azért megbecsülik. Köszönöm szépen a beszélgetést. Mi is köszönjük. Köszönöm szépen.